A Génius Jótékonysági Alapítvány továbbra is folytatja azt a tehetséggondozó munkát, amit 2011-ben elkezdett, és terveink szerint folytatni fogjuk ebben az évben is. Számos programot valósítottunk meg, és továbbra is két nagy tevékenységi kört fedünk le, az általános és középiskolásokkal való munka, és a felsőoktatásban tanulókkal való munka, tehetséggondozás, tehetségtámogatás, ösztöndíj programokkal és különböző szakmai fórumokkal. A kicsiknek a legnagyobb programja ugye a 15 géniusz tehetségpontban való foglalkozás sorozat, ez továbbra is megvalósult, 1530 gyermek vett részt a 15 tehetségpont foglalkozásain, új csoportbontások, új korosztálybontás, új tananyagbontás zajlott az egész nyáron, erre készültünk, és ősszel a 15 tehetségpontban ennek alapján valósultak meg a foglalkozások, ahova 79 iskola csatlakozott 184 oktatóval. Mindig ebben a fél évben, az első fél évben zajlanak a bentlakásos tehetséggondozó hétvégéink, tehát ugye az első fél év az általában egy nagy merítésű tehetségkutatás, tehetségfelkarolás, tehát több százezer gyermekkel foglalkozunk. A második fél évben viszont már azokkal a fiatalokkal, akik különböző vetélkedőkön első 10 helyezést nyertek el, és őket készítjük a soron következő versenyekre, Kárpát-medencei megyei versenyekre, úgyhogy január február folyamán a matematika tehetséggondozó bentlakásos hétvégéken 49 fiatal vett részt 15 szakembernek a felkészítésében, a biológia, kémia, földrajzon pedig 15 fő gyermeket tehetséggondoztunk, összesen 11 szakembernek a bevonásával, és a biológusok, ők már hagyományá vált, hogy április folyamán megvalósítják a kotulilium túrájukat, amikor is a Nagy-Dobronyi rezervátumba mennek el megfigyelő gyakorló foglalkozásokra. Továbbra is folytattuk a népzene, néptánc terén és a hagyományok terén megvalósuló munkánkat. Így megvalósítottuk a Szól a fülemüle népzene és néptánc tehetségkutatót 4 kategóriában, hangszeres szólista, hangszer együttes, táncospár, tánc együttesek. Nyilván ez még külön kategóriákra bomlik korosztályonkénti kategóriákra. Összesen 350 gyermek vett részt, és 71 gyönyörű produkciót láthattunk a színpadon, nagyon felemelő és nagyon lélektápláló pillanatok voltak ezek. Továbbra is a Hagyományok Háza, a Hálózat Kárpátaljai Kirendeltsége a szakmai védnöke és a szakmai hátteret ők biztosítsák, és a Pál Lajos és családja pedig a minőségbiztosítást és ennek a tisztaságát is garantálja. A nyár folyamán egy hónap alatt, július 17, augusztus 19-e között összesen 10 tábort valósítottunk meg 5 helyszínen, 534 gyermek számára. Velük 52 pedagógus foglalkozott, 53 nevelő csatlakozott, tehát ez is egy népes időszak volt szándékosan. 5 helyszínen tartjuk ezt, hogy minden gyermekhez közel vigyük, és azért van 10 különböző, hogy a gyermekek a tehetségüknek megfelelő táborba töltsék az idejüket, így nem csak szakmailag fejlődhetnek, találkozhatnak szakemberekkel, hanem ugye ki is kapcsolódhatnak, de azon a téren mozogva, ami hozzájuk közel áll, hiszen minden gyermek joga van ahhoz, hogy a tehetségének és a képességének megfelelő tehetséggondozásban, oktatásban vegyen részt, és ezt mi mindig szem előtt tartjuk. Így volt gitártáborunk, verstáborunk, színjátszótábor, különböző sporttáborok, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek mozogjanak. Így volt ungvidéki, beregvidéki, ugocsa, sporttábor, emellett pedig a Jiu-Jitsu sporttáborunk is megvalósult, de volt alkotótábor 2 helyszínen, 2 turnusban, mert nagyon sokan jelentkeztek egy turnusban, nem tudtuk Beregszászon megvalósítani, így már második évet Iszapéterfalván is megvalósítottuk a Jankovics tábort második turnusként, de ahogy már mondtam, volt népzenetáborunk, néptánctáborunk Nagy-Dobronyban, Beregszászon, és így tovább, mert mindenki választhatott kedvének megfelelőt. A sport terén továbbra is igyekszünk helyt állni. A Magyar Kézilabda Szövetségnek a segítségével és támogatásával 636 gyermek vesz részt a 17 kézilabda tehetség pontunkban. Tehát a 15 géniusz pont mellett 17 kézilabda tehetség pontot működtetünk. A korosztályok 8 évestől egészen 17 éves korig mindenki a saját kategóriájában tanul és edz, illetve vannak lány csapatok, fiú csapatok,
csapatok és vegyes csapatok, helyenként ez eltérő. Számukra megvalósítottuk az első kézilabda géniusz kupát decemberben Mikulásra, ahol a versenyen túl ajándékcsomagokban is, labdacsomagokban is részesültek. Összesen 248 gyermek állt színpadra a 17 kézilabda tehetségpontból. Nagyon izgalmas és érdekes. Látszik, hogy fejlődnek a gyerekek, ezt maga a kézilabda szövetség mondta, és annak a vezetőség, akik megnézték a meccset. De megvalósítottuk a 10. jubileumi Zubkó József kézilabda emléktornát, Zubkó József érdemes edzőnek a tiszteletére, és emléktáblát avattunk a főiskola sportcsarnokán, így most már ez is mutatja és bizonyítja azt a sporttörténeti múltat, amit Zubkó József maga mögött hagyott, hiszen amit ő letett az asztalra, azt példaként kell a gyermekek elé állítani. A Zubkó József kézilabda emléktornán 35 csapat, közel 500 gyermek állt színpadra, illetve a sportcsarnokban. Nagyon felemelő érzés volt látni, hogy ennyi gyermek a sporttal foglalkozik, és a kézilabdát fontosnak tartja. A foci kedvelői sem maradtak lehetőség nélkül, hiszen számukra zajlik a Buzánszki Jenő labdarúgó kupa, ami idén már a 11. alkalommal valósult meg, összesen 13 csapat, 117 gyermek állt a csarnokban, és küzdött a kupáért. Tehát, amint látják, nagyon sokféle tehetséggondozó programot kínálunk a kicsik számára is, természetesen nekik is van ösztöndíj programjuk, ilyen az Ady Endre ösztöndíj, ami a legjobb eredményeket elért fiatalok számára van. Ezt általában a tehetségnapon adjuk át, ami megszokott módon minden tanév június első szombatja, tehát június 3-án tartottuk az idén is a tehetségnapot, ahol átadtuk az ösztöndíjakat, elismerő okleveleket, talentum érméket és így tovább, és ahol a gyermekek színpadra lépve megmutatták tehetségüket. Természetesen a klasszikus zene kedvelői is lehetőséget kapnak fejlődésre és bemutatkozásra. Vár Nagy Andrea, Liszt Ferenc díjas művésznőnek a közreműködésével minden évben megvalósítjuk a zenevarázslat programunkat. Az idén 22 fiatal vett részt a programba 10 felkészítő tanárral, hiszen ugye ez egy 30 órás képzés beválogató és záró hangversennyel, ahol a diákok a saját tanárukkal vesznek részt Vár Nagy Andrea mentorálásában 30 órán keresztül. Tehát úgy gondolom, mindenki választatott kedvére való különböző sokszínű tehetséggondozó programunkból, mert ahogy szoktuk mondani, az erdő is nagyon csendes lenne, ha csak egyféle madár éneken, úgyhogy nagyon színes lehetőségeket kínálunk számukra.